Köszöntöm Önöket, ez itt a Porta, a Régióplus Televízió térségi magazinműsora. A stúdióban pedig köszöntöm Gáspár Csabáné Mónikát, a Kistarcsai Gesztény Savoda és Tölgyfa Tagovoda vezetőjét, viszonylag frissen kinevezett vagy megbízott vezetőjét. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Mónika, köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt a meghívást. Ugye azt mondtam, hogy nem régiben kinevezett vezetője, ez azt jelenti, hogy tavaly nyár óta, tavaly augusztus óta vezeti, mert ugye a korábbi vezető hölgy nyugdíjba vonult. Mi történt azóta? Mi maradt a régi értékek közül, illetve mi változott az ön vezetése alatt ebben az óvodában? Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a hagyományokat, illetve a jeles napokat, az eseményeket visszük tovább ugyanúgy a munkatársaimmal, ahogy eddig. Tehát ez lényegében nem változott meg. A továbbiakban viszont tervezem különféle pályázatokban való részvételt. Most például elnyerte két óvodapedagógus segítségével az intézményünk a biztonságos óvoda címet, illetve civil pályázaton is részt veszünk. Itt lényeges dolognak tartom, hogy két digitális táblát szeretnénk megnyerni az óvodásainknak, mind a Gesztenyés óvodában, mind a Tölgyfa óvodában szintén, hiszen ez nem csak a tehetséges gyermekek fejlesztését segítené nagyba elő, hanem a tanköteles korú gyermekeknek segítene mind a logikus gondolkodásban, a kreativitásban, és azt gondolom, hogy a figyelem koncentrációban is egyaránt. Azt említette, hogy biztonságos óvoda, ez pontosan mit jelent ez a pályázat? Hát akkor mi történik az óvodával, ha ezt elnyeri ezt a címet, vagy ezt a forrást mire kell fordítani? A biztonságos óvoda program az egy olyan program, amelyben a gyerekek az óvodapedagógusok segítségével gyakorlatilag megtanulják az úton kinti világban való közlekedés bent az óvodában, felismerik a táblákat, esetlegesen az útjelzéseket, és különféle szituációkat teremtenek az óvodapedagógusok az udvaron, illetve a csoportszobákon belül, hogy hogyan lehet ezt megtanulni kisebb változatban, mint kint a nagy forgalomban. Tehát ez közlekedés, és van benne bűnmegelőzés is valamennyi? Inkább a közlekedésre. Tehát inkább elsőbb a közlekedésre. Mekkora most a gyerek létszáma ennek az óvodának, vagy a két óvodának? A tavalyi és az előző évekhez képest csökkent a gyereklétszám, ami a Szent Anna katolikus óvodának a létrejötte miatt alakult így, bár lassan a nevelési év végéhez közeledve elmondhatom, hogy minden csoportban hozzávetőlegesen 25 fő a gyereklétszám, ami nem mondható kevésnek. Tehát évközben nagyon sokan költöztek Kistarcsára, így a beköltözők között egyre többen voltak olyanok, akik évközben íratták be a gyerekeiket az intézményünkbe. Értem. A csoportokon belül gyakorlatilag ezek életkor szempontjából szét vannak választva a gyerekek, vagy minden csoportban van a kis csoportos, középsős és nagy csoportos is? Így van, vegyes életkorú csoportok találhatók. Ennek mi az előnye egyébként szakmailag? Több helyen, ha használják, Gödöllön is van, én is tudom, a családból unokám révén, ő is ilyen csoportban van még. Pontosan. Az előnye, hogy a kisebb gyerekek úgy érezhetik magukat, illetve a nagyobbak is, mintha családban lennének, holott. Tehát azért is, mert különböző korosztály van egy családon belül is. A nagyobbak esetleg segítik a kisebbeket, úgyhogy itt a kisebbek bármilyen szituációban, amikor segítségre szorulnak, támaszkodhatnak a nagyok segítségére. Nagyok meg gondolom örülnek annak, hogy segíthetnek a kicsiknek. Esetleg vannak olyanok, igen, akik babusgatják őket, úgyhogy igen. No, akkor egy picit szakmázzunk. Jó. Tehát, hogy mi az igazi kitörési pontja, tehát tematikát tekintve az óvodáknak, milyen képzés, mire helyezik a hangsúlyt a gyerekeknél? Ugye óvodák eltérő, van, aki inkább a mese, van, aki inkább a népi dolgok felé mozdul el. Önök mit választanak, milyen utat, vagy mit kínálnak, akik odaíratják be a gyereküket? Én azt gondolom, hogy a helyi nevelési programunk a gyerekeknek a környezettudatos magatartása kialakulását veszi figyelembe. Gyermeki tevékenységek során pedig kiemelt szerepet szánunk a szabad játéknak, illetve az anyanyelvi fejlesztésnek egyaránt, és
elősegítjük az iskolai közösségbe való beilleszkedést, a gyermekek személyiségvonásának a fejlődését. Gyakorlatilag most, ami ebben az időszakban lényeges, az az, hogy online tematikus terv szerint működünk, ami azt jelenti, hogy az óvodapedagógusok az adott hétre megírt tematikus tervben szereplő anyagokat, verseket, meséket, különböző vizuális tevékenységeket küldenek egy zárt Facebook csoportban a szülők felé, és én azt gondolom, hogy a szülők részéről pozitívak a visszajelzések, hiszen adott esetben különböző fényképeket, videókat készítenek az otthon elkészült kis dolgokról, amit a zárt csoportba, illetve az óvodapedagógusok felé elküldenek. Hát nem könnyű ez a helyzet. Ugye gondolom az önök óvodáját sem került el ez a járvány. Voltak korábban fertőzések, terjedt a hír, és ugye nem az intézményt zárták akkor még be, hanem különböző csoportok kényszerültek karanténba. Ezen túl vannak már? Azt gondolom, hogy nehéz ezt kiheverni, hiszen most is állandó készültségben vagyunk. És én úgy vélem, hogy amíg egy kisgyermeken esetlegesen egy fél nap vagy egy nap alatt átmegy a fertőzöttség, addig egy felnőtt kollégán szinte 2-3 hét, amíg a szervezete gyógyultá válik és regenerálódik. Úgyhogy talán az átfertőzöttséget az intézményben a kormány által elrendelt rendkívüli szünet most talán megszüntette így, hogy otthon lehetnek a kollégák, és én bízom benne, hogy amikor az újranyitás lesz, akkor már gyógyultan térnek vissza hozzánk. Ez várhatóan április 7-én lesz, és szakmailag nézve, tehát pedagógiai szempontból nem okoz ez nagyon nagy problémát mondjuk a gyerekek fejlődésében? Vagy átalakul a képzés, ahogy említette az előbb ezzel az online feladatokkal? Ezt lehet mérni esetleg, hogy milyen problémák jelentkezhetnek? Én azt gondolom egyébként, hogy a gyermekek rendkívül könnyen tudnak alkalmazkodni mindenféle szituációhoz, és az óvónők által küldött anyagok a szülők segítségével otthonaikban életre kelnek, abban az esetben, hogyha megvalósulnak. Én nem azt mondom, hogy kötelező jelleggel készítsék el a szülők ezeket a óvónő által küldött anyagokat, de természetesen nagyon sokat jelent egy óvodapedagógusi támogatás, a különféle ötleteknek a küldése, hiszen szakmai szemmel próbáljuk támogatni az otthoni létben a gyerekeket. Úgy gondolom, hogy a mi tematikus tervünket differenciáljuk korosztályokra véve, és minden korosztály számára egy megtanulható, egy kivitelezhető technikát tudunk alkalmazni. Figyelembe veszük a különböző korosztályoknak a tudásszintjét, életkori sajátosságait, és úgy kommunikálják le az óvodapedagógusok is a gyerekek felé, illetve ebbe a zárt Facebook csoportba a szülők felé. Mennyire aktívak a szülők egyébként? Tehát az a tapasztalat, hogy ezt megoldják, ezeket a kihívásokat, segítik a saját gyereküket, vagy van, ahol azért rá kell erre még erősíteni, vagy meg kell kérni a visszajelzésekből? Én a visszajelzésekből azt gondolom, hogy többnyire olyan 90%-osan részt vesznek ezekben a... Tehát belátják, hogy a saját gyerekük érdeke, hogy együttműködők legyenek. És ugye talán a azt mondom, hogy veszélyeztetettebb korosztály, ugye a nagycsoportosok, iskola előtt állók, nekik ez mekkora kiesést jelenthet? Vagy jelentkezhet-e később egyébként majd az iskolában, hogy itt kimaradtak képzések? Mármint a falon belüli képzések. Én úgy gondolom, hogy ha azokat az anyagokat, amiket az óvodapedagógusok elküldenek a szülők felé, és a szülők valóban leülnek egy 20-25 percet azért a gyerekkel, hogy minden nap foglalkozzanak ezeken a téreken, ami esetleg iskola előkészítést is jelent, tehát olyan anyagokat is kapnak, akkor én azt gondolom, hogy nem lesz probléma az iskolában való bejutásban, tehát hogy nem probléma. A szülőkkel kapcsolatban szeretném még azt is megkérdezni, hogy most ügyeleti gyermekfelügyelet van az óvodákban,
hogy, és ugye ebben elvileg van egy központi kérés is, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek ezzel a lehetőséggel a szülők, ez hogy áll az önök oldalában? Minimális létszámban vannak azok a gyerekek, akik látogathatják az óvodát. Ha az egész intézményt nézzük, akkor 2-3%-os a látogatottság, akik erre lehetőséget kapnak, ugye azok a szülők, akik otthonról nem tudják elvégezni a munkájukat, és vagy a kereskedelemben, vagy a védekezésben segítenek, vagy pedig az egészségügyben dolgozók, illetve azok, akik egyedül nevelik a gyermekeiket. Az ügyelet napi nyitvatartási időre vonatkozik, és azok a szülők, akik igényelték az ügyeletet, ugyanaz a szabály vonatkozik rájuk, mint a pandémiás időszak kezdetén. Az ügyeletet kérőkhöz fordulva most is ugyanazt szeretnénk kérni, mint annak előtte, hogy beteg gyermeket ne hozzanak az ügyeletbe. A beteg gyerek az gyakorlatilag a nátha, már annak gyakorlatilag már annak, tehát most nagyon szigorúan vesszük, már egy köhögés, kis orrfolyás is problémát jelent, hiszen, mint mondtam előzőleg már, hogy ugye a kisgyermekeken nagyon hamar átmehet. És szinte tünetmentes. És szinte tünetmentes, és szeretném a figyelmet fordítanának erre, illetve ezt a dolgot nagyon komolyan vennék. Említette, hogy az óvónők, a kolléganők egy része gyakorlatilag otthon van, és otthonról próbál kapcsolatot tartani a szülőkkel, és feladatot adni a gyerekeknek. Esetleg vannak olyanok, akik mondjuk besegítenek az önkormányzatnak, vagy esetleg ödörön azt hiszem olyan is lehet, vagy van, nem tudom, most hogy valósul meg, hogy a oltakozásban adminisztratív feladatot látnak el. Ilyen önöknél ez hogy van az óvónőknél? Nálunk úgy van, hogy minden napra más óvodapedagógus van beosztva gyerekekhez, két műszakban, egy délelőttös és egy délutános műszakban, és az oktatást, nevelési oktatási munkát segítők is szintén, tehát a pedagógiai asszisztensek és a dajkák is felváltva. Amikor egy óvodapedagógus nincs az óvodában, tehát nem ügyeletet tart, akkor küldi otthonról a digitális anyagot a szülők felé. Egyéb iránt nekik írásos kötelezettségük is van, ami azt jelenti, hogy a csoportnaplót napra készen kell dokumentálniuk. És a dajkák, illetve a pedagógiai asszisztensek pedig, mint említettem, segítik az ügyeletben lévő pedagógusokat, és bejönnek az óvodába akár kertrendezés, növénygondozás, sporttalanítás és a fertőtlenítésben segítik a mi munkánkat. Tehát tulajdonképpen akkor kapnak feladatot, így kapnak van, elfoglaltságot. Így van, igen. Hát reméljük, hogy mi hamarabb letedik ez a dolog, és majd visszatér minden a rendes kerékvágásba, és az óvodák is tudnak működni, és nem lesz ilyen szörnyű a fertőzöttségi adatsor. Beiratkozás. Ugye május elején beiratkozás lesz az óvodákban, gondolom önöknél is. Ezzel kapcsolatban milyen fontos információk vannak a leendő szülők felé? Fontos információ, hogy a május első hetében lesz a beiratkozás, ami szükséges irat a gyermek születési anyakönyvi kivonata, tajkártyája, lakcímkártyája és az egészségügyi kiskönyve, illetve úgy gondolom, hogy arra kellene készülni most a szülőknek, hogy nem személyes találkozó lesz beiratkozás kapcsán, hanem egy online beiratkozás. Gondolom ez meg fog jelenni az óvodának a honlapján. Gáspár Csabáné Mónika, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és itt járt, és mindezt elmondta, remélem hasznos lesz majd a kistarcsaiaknak, és további sikert önnek is, a vezetői állásban, és a kollégáknak is kitartást ebben a nehéz helyzetben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra. Önöknek szeretném megköszönni a figyelmet, ha tehetik, nézzék a Régió Plusz televízió műsorait, viszontlátásra.